Na, sziasztok! Szajsz Csabi barátom hozott egy jó kis kütyüt. Ugye ezt ő külön készítette, de ez Csabi, ez nem egy ilyen gyári cucc. Igen. Ez egy lézeres tisztító, vagy minek nevezzük Igen. ezt? Felülettisztító. Lézeres felülettisztító, mobil, tehát bárhol ki tud vele települni, sőt még agregátorról is tudja használni, de majd én javaslom neki, hogy inkább ilyen akkumulátorról meg inverterről használja, azzal jobban jár. És most az én utánfutómon fogjuk kipróbálni. Először megnézzük, hogy a festéket, hogy távolítja róla, aztán megnézzük a rozsdát is, hogy mi történik. Érdekes, hogy nem egy egységes színe van. Igen. Na és ilyen lett a felület. Megfoghatom? Tehát tényleg nem melegszik fel? Beszeres. Nem semmi. Kicsit állítok rajta. Miket tudsz állítani rajta ilyen? Frekvenciától, szélesség. Aha. Tudsz ilyen rácsvonalat is? Most Igen. Ilyeneket is? Csak azt te tudod, hogy már mit mivel kell? Hát a rácsvonallal az a baj, hogy az nem ilyen homogén felületet ad. Ja, yeah, aha. Ez teljesen más nagy. Tehát ez mondjuk ilyen. Ja, mert ez csak ilyen magától viszi. Ja, hogy te egy helyben tartod. Igen. És ő hozza viszi. Aha. Hát meg nem is hozza le olyan jól, ahogy elgél. Igen. Aha. Most mire jutottad? Ugyanúgy visszaharad. Egy spirál, és hosszabbra vettem azt az impulzust, amennyi ideig. Aha. És ugye ilyen lézer védő szemüveget használunk, mert ha visszatükröződik, akkor gáz van, igen, a Csabály az kicsit komolyabb. Ugye ez nekem a lézervágóhoz van, még szerencsém, hogy akkor én is tudom nézni, amit csinál. És akkor nézzük, hogy milyen frekóval megyünk. Ó, hát ez már nyírja kifelé. Azért ez eltartan egy darabünkről, de Igen. tisztítanánk az egész utánfutót. Úgyhogy ezzel a sík felülettel még nincs is gond, de ez teljesen fémtisztára letisztítja. És éppen mondta Csaba, hogy ezt érdemes úgy csinálni, hogy rögtön már elkezd az ember festeni, mert azonnal visszakezd korrodálódni. Még az ilyen helyeken, ahol nem férsz egyébként máshol hozzá, ott lehet azért magában benne a csőben is. Érdekes, hogy milyen fából tartott. Tehát, hogy... Igen. És ott is gyönyörűen letisztítja, és nem bántja a fémet ez, nem. A jó benne. Jó, szegény belemegy a bogár. És rendesen szállnak ezek a kis festékdarabok meg minden. Igen, ventilátor nem árt neki, hogyha aha. az ártérben vagyunk. Igen, most itt a sörsátor alatt dolgozunk. Na, akkor mindjárt megborítjuk a futót, és megnézzük, hogy mit kezd az aljával, mert ez egy sokkal érdekesebb téma. És például itt a laprugókkal, hogy mit lehet kezdeni vele. Na igen, amikor nincs előkészítve ugye valami. Most ilyen pánikszerűen láttunk itt neki Csabival ennek a dolognak. Kicsit elő kell készíteni drótkefével, hogy a por ne legyen rajta. Most csak ugye próbáljuk egyébként, most nem az éles bevetés van. Igen, szóval ezt még simán lehozza maga a drótkefe is, ugye itt olajjal volt kezelve. Megnézzük a tengelyt is, ugye Csaba azért mondja, hogy takarítsuk meg előtte, mert a port egyébként el kell, hogy párologtassa róla a készülék. Tehát ha hozzátok is megy majd Csabi dolgozni, vagy ilyen lézeres tisztításon, akkor érdemes egy kis időt rászállni, hogy előkészítsétek a felületet. Tehát ami nagyjából lejön róla, azt érdemes leszedni.
utána pedig egy kis levegővel átfújjuk. Igen, tehát azt látom, hogy el kell nagyon találni a fókuszsavinat. Igen. Gondolkodtam rá, hogy egy pászát kéne a végére tenni. És olyan, hogyha én lassan fújom a levegővel a torkonnal. Nem? Nem jó? Nézzük meg. Akkor változott meg a színe? Nézzük. Igen. De miért? A levegőt ott jobban viszi? Nem, hanem elfújja onnan. Ja, és így sokkal hatékonyabb nézőnek. Gyere, gyere. Most viszont rámegy az autóra. Igen, tehát ami hőérzékeny felület. Jó, hőt kap, de úgy gondolom, hogy simán ott hőt kap. Nézd meg. Tedd hozzá te is. Aha, tehát egy picit felmelegszik, de nem vészes soha. Bedúrott. És tényleg valamint, hogyha homokszórva lenne, tehát ilyen mat felületet ad. Na, hát ezt tudja ez a lézeres tisztító. Nézzük a tengelyt is akkor. Ilyen, ha nem adok hozzá a levegőt, és ilyen távol tartja Csabi. És ilyen, ha adok hozzá a levegőt. Lehet, hogy távolabbról kell, hogy nagyobb. Na nem. Na most találtam el én is, hogy hova fújjak. És ezt szélesebben nem tudtál csak ez a... De tud. Az, ahol még teljesítmény is van, hát, de még igen. Széles is haladja is. Aha, na ez... Ajajajaj, aha. Jó, de... De így nem lesz van a hatékony. Nem, aha. Aha, na durvább, aha. Így viszont nem olyan hatékony, igen. Tehát, hogy jobban, hamarabb lehozza. Így nagyobb felület, de több idő kell nekünk. Akkor... Ja, aha! Csak ugye ez ennek már jó, jó lézerhang. Igen, ez már jó lézerkor. Csak ugye... Csak így nagyon finoman kéne... Ez már kéne egy állványt szerkesztem, de amin stabilan tartja, és akkor szépen lassan ilyen... Kismizi valami mozgató. De mondjuk ez azokhoz jó. Na nézzük meg itt akkor, nézd csak ezen a felületen ezzel. Hát ugye az azért nem... Én vagyok a béna, hogy a fókusz nem nagyon találom el, de... Igen, az ilyen felületekre inkább még mindig a homokszórás, ami ilyen nagy felületnél, ami igen. Talán hatékonyabb. Csak annak nem ilyen lesz a felülete. Aha, tehát az meg kis mar belőle. Igen. Aha. Na, hát és hova lehet ezt alkalmazni a kocsabit? Tehát hova ajánlanád ezt a... Hát olyan felületekre, ahová nem férünk be mondjuk egy hagyományos tisztítással. Megérzékeny felület. Drótkefe, drótkorong, igen, ha nagyon vékony a felület, vagy hogyha nem kaphat hőt, tehát mondjuk egy régi motortankot felújítani, homokkal nem lehet. Tehát ti is inkább ilyeneket használjátok, ilyen oldtimer autók, meg motorok? Hát, amihez finom munka kell. Tehát, hogyha egy utánfutót kellene rendbe raknom, akkor szétszedném, nekiállnék flexel, korongokkal, mert ennek aztán teljesen mindegy, hogy néz ki festés után. Igen, ez sokkal hatékonyabb, akkor egy drótkoronggal neki menni, vagy egy helyesebben van ez a lamellás csiszoló, az a legtöbb ilyen szempontból. De olyan helyekre, hová ez nem fér be, itt például ahol... itt a csavarok. Igen. Így van. Igen. Igen. Na, azokat meg is tisztíthatjuk, ha még egy kis időd, és akkor nézzük meg, hogy azzal mit kezd.
Most azt nézzük, hogy mennyire melegszik fel. 33, 35, 40. Tehát ilyen 40-50 fokra melegszik, csak fel érdekes a felület. Igen, tehát azt hittem, hogy magasabb főmérséket, és azért szikrázik, mert hogy elpárolódtatja, de nem. Nem. És mennyibe kerül egy ilyen kütyücsög? Hát ez nagyon változó. Szerintem egy ilyen 4 és 6 millió között már hozzá lehet jutni. Tudom én, biciklivázat már biztos ezzel kezdenék azért szedni, nem pedig a hagyományos megoldásra, meg amit mondtál is, hogy ilyen érzékenyebb régi autóknak a áttisztítása, amire hát, költenek is az emberek. De például fémtisztára lemezt, ugye az autónak vékony a festék rétege, gyárilag, uh-huh. És hogyha még föl van perselve vagy elvarohadva, akkor ott helyszínen le lehet villantani, uh-huh. És akkor lehet is festeni. Uh-huh. Nem kell csiszolni. Igen. Hát, vagy mondjuk egy sírkő. Sírkőről is leszedi? Igen, ugye a mohától kezdve ezeket az elszíneződéseket, amit a víz okozott. Aha. És ugye nem csikarja, nem... Tehát meg lehet azt csinálni gyorsan egy drótkefével, meg egy drótkoronggal, de ugye ha valakinek minőségi munka kell, ami nem azt jelenti, hogy uh-huh. A másik ne lenne az, csak ugye ez nem hagy barázdákat, nem... Uh-huh. Mechanikusan nem dörzsölöm szét az egészet, aha, mint aha. Hogyha... És ugye én beférek olyan helyekre, ahová nem biztos, hogy a drótkorunk befér. Uh-huh, tehát uh-huh. Ahová a fény bevilágít. És műanyag felületet csak károsítja? Tehát ha műanyagon van festék, vagy ilyesmi, hát, azt is... amikor ezt vettem, akkor mutatták, hogy kellene beállítani a felület egy ilyen műanyagra, de nem, azt nem szeretném. Na, szóval nagyon durva, hogy a gumin is. A gumit is megtisztítja. Nagyon durva. Teljesen tiszta lett tőle. Jó, de ugye ehhez állítani kellett a... Aha, kisebb lett a... De égeti a gumit, az látszik, hogy a felületről leégett valamennyi. De még ilyen felületről is. Na most egy gumit, az, ha el van például érve, vagy egy műanyag, a felső felületét leszedni arra, és teljesen tökéletes ezek szerint. Gondolom a mélyebb részeit, nem, a mélyebb struktúráját nem károsítja. Hát semmit, tehát hogy igaziból, ha most így ennyit csinálok így... Ott viszont nem tudom, hogy megolvad volna. Nincs megolvad? Hanem annyira nyers lett a felület? Azt az annyira nyers lett ott a felület. Igen, nézd csak. Pedig van, hogyha megolvad volna. Nagyon durva volt. Hát gyakorlatilag eltávolítottuk a... Azt nem tudom, hogy mekkora méretet, vagy réteget, de szerintem mérhetetlen. Aha, ilyen mikronnyi méretet távolít el róla. Minél tovább tartod rajta, annál nagyobb réteget távolít el. Érdekes technológia van. Az a nyitja, hogy ilyen tizen... Most pont 12.000-szer másodpercenként egy 200 wattos impulzust ad neki. Aha. Másodpercenként 12.000-szer. 12.000, nagyon durva. Gyakorlatilag, amikor ugye ezt a gumit csináljuk, akkor úgy vettem vissza a teljesítményét, hogy nagyobbra vettem magát azt a szélesség magasságot, és még ugye az erőt is, a 200 wattot is lejjebb tudtam venni, most azt hiszem, hogy 40%-on vagyunk, aha. De mindenképp azt a mindig ugyanazt kapja, tehát uh-huh. Nincs benne trükk. Uh-huh. És akkor ebben sok-sok üvegszál van benne ebben a kütyűben. Ez gyakorlatilag ehhez a lencséhez viszi az ott előállított lézert. Ebben van aha. Egy ilyen, nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen tükörrendszer, ami képezi ezeket a hullámokat, amit beállítok. Ja, tehát akkor azt itt képezi a fejben ezt a frekvenciát. Tehát a frekvenciát, a villogást, azt gondolom a gép állítja elő. Így van, a magát azt, hogy ez hogy milyen hullám legyen, Na, hát nagyon érdekes technológia. Léghűtés és az egész rendszer, tehát uh-huh. Gyakorlatilag. És hogy milyen árban dolgoztok, az meg attól függ, hogy mi a feladat, gondolom. Igen. Egy ilyen utánfutót nem érdemes lézerrel letisztítani. Ezt mennyire vállalnád, hogyha ezt kell letisztítani? Hát ezt úgy lehetne megcsinálni, hogy előtte azért csak neki esnék drótkoronga, aha. Nagyjából. És ugye ott, ahová mondjuk ide, biztos, hogy nem fog beférni se a drótkorongom, se semmi, uh-huh. Ide be kéne világítani. Uh-huh. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag csak kijavítanám azt, amit nem tudok a régi, uh-huh. Olcsó, egyszerű módszerre megcsinálni. Uh-huh. Mert ezt óradíjba, vagy hogyan képzelitek el egyébként ennek a... Hát óradíjba az a baj, hogy ha most mondok egy óradíjat, hasonlítok, 10.000 forint. Uh-huh.
hoz valaki egy villáskulcsot, mert a villáskulcsot is valaki szereti tisztán tartani, és 8 másodperc alatt megcsinálom. Akkor osszam vissza 3600-al és szorozzam meg 8-al, tehát hogy úgy, vagy 36000, már nem tudom. Tehát nem úgy éri meg. Se nekem, se annak, aki meg akarja csinálni. Ez mindig alkutárgya, ugyanúgy, mint mondjuk egy autószerelés. Hiába van fixár, hogyha mondjuk csak meg akarom nézetni, hogy jó ez olajszint, akkor nem fog elkérni 80 forintot, értem, mert csak kihúzta a pálcát, de nem is fog elkérni 8000-et. Hiába mondjuk volt ott az autó egy órát, mert nem került sorra. Milyen határidővel tudtok esetleg ilyet vállalni, hogyha szükség lenne valakinek erre? Hát van egy táblázatunk, és akkor az aktuális munkához fel kell mérni. Tehát így telefonban ez nehezen megy, hogy lenne egy csepelblokkon körbe kéne lézerezni, meg látni, hogy milyen állapotban van. Van-e rajta alkatrész, amit le kell szedni? Tehát, hogy mennyire kész... Ennek a motor belsőt is ezzel nagyon jó meg lehet tisztítani, ebben a gondolsz, mert ahova nem férsz hozzá, onnan ez tényleg fémtisztára, és úgy, hogy kopás nélkül el tudja igazából... Gyakorlatilag, támogítani. Igen. Na, úgyhogy majd még ki kell találni, hogy mik azok, amikre ezt jól lehet alkalmazni. És akkor hát én gondolkoztam rajta, hogy veszek ilyen kütyüt, de innentől kezdve ez biztos, hogy azok a gagyik, amiket ilyen pár százezer forintért el lehet érni, azokat el kell felejteni. Tehát az is a videón mutat jól, amikor ott hirtelen leszedi a fém felületről a koszt, amikor ez a nagyon komoly készülék, ez mennyi, 25 ezer euró? Mennyi volt ennek az ára? Az mennyi, hogyha beszorozzuk? Sok. az 10 millió forint környékén van. Igen. Azt a becserélt neki. Na, én nem akarok rászállni, hogy itthon bohózkodjak egy ilyen... Hát a neten vannak fönt ilyen 4 és 6 millió körül olyanok, amik 1000 wattosak, vagy ne adj Isten 2 kilowattosak. Azokkal az a baj, már az én felhasználási területem miatt, hogy azok óriási hőt termelnek, és az ugye gyakorlatilag az, mint egy lézerkard, az úgy működik. Tehát, ha valakinek van egy valami... egy autója, egy érzékeny projektje, és akkor valaki nekiáll a lézerkarddal, hogy na, akkor itt elkezdjük, basszus, ez itt most levitte, átvágta, beleszaladtam, akkor ott végada. És másik. Tehát inkább precíziósra gondolkoztam. Ami nem mellékes, hogy az ugye nem mobil. Tehát, hogy azok ilyen 2-3-500 kilós kivitelben vannak, azok már vízhűtésesek, helyhez kötöttek, három fázis, brutális amperek. Az akkor jó, hogyha valakinek tényleg az a profiljába vág cég szinten, hogy mondjuk lézervágó, kivágja a lézervágóval az alkatrészt, ezzel meg letisztítja. Az inkább ilyen ipari, az nem az én profilom. Én szeretem a szépet. Hát. Tehát inkább precíziós munkákra vettem. Most épít van a kis szerszámos készleten, és abból kivettünk egy ilyen berosdásodott kis bitfejet. Okés. Azt a becsárját neki! Ez most ugye a... mikoron. Ez. Hát ez nem semmi jó. Na nézzük fán mit műtől. És erről is lesz a dideszarás. Igen, csak ugye azért vettem én kicsire. Igen, most kicsire van véve a teljesítmény. Igen, hogy ne gyújtsa meg, mert most... Igen, most lehet, hogy benyújtana. Hát, hogyha mondjuk megfelelő gyorsan húznám, akkor biztos. Igen. De ugye az előbb biztos. Ezt a betonról kíváncsi vagyok, meg ezt a felületet, mert ezt ugye mindig a lábazatról leszedni, ezeket a festéket, ez mindig egy nagy elérde, vagy nem fog elérni. Most aztán bőven letesztelünk mindent Csabival. Kezdjük azzal a felülettel. Mert ugye sok esetben fel lehetne újítani vele ezeket a felületeket. Elveszi a színét, én úgy látom. Az leszette. A kőről letisztít minden gyerekek, és a kis mészkő darabokat ebből a cuszból ebből meghagyja. Na nézzük itt a betont, ugye pont erről beszéltünk, ezt sírkőnek nyugodtan vehetjük. Azt a vetyárját. Na, megtaláltuk a legjobb alkalmat. Erről aztán nem szedett semmivel igazából, és biztos, hogy megférted a felületet. Tehát így a lábazati festéket leszedni, hát fél lehet, hogy mégiscsak
Mégis csak megtaláltuk itt könnyebb az lenne, építőipot. Mert, akkor nézzük meg azt. Ott nem nagyon látom. Tehát. Hát már jó vastagot el kell égetni a festéket először. Ide már kéne, hogy elfújjuk róla. Kár, hogy nincs benne alapból ilyen kis kompresszor, ami elfújna ezt. Hát beszarok. És nem meleg? Uh-huh. Hát gyerekek, megtaláltuk, hogy mivel lehet a lábazatról ide rátenni egy sablont, és akkor a nevedet belevésni. Na. Nem? Igen, mert, hogy... egyedi. Mert hogy igen. Na és ezzel mit kell? Nézzük. Ha a mézfestéket is leszedi, akkor behalok. A pigmenteket kiszedi belőle. Havicsik tisztítja, igen. Na ez meg a retkes beton, igaz? Na a retkes beton, nézzük. Viszont az ásványi sókat is lehet, hogy kiégeti belőle, hogyha ilyen sóval terhelt felületünk van. Azt nem tudom. Na figyelj, lehetne azért ezzel kísérletezni még hallom. Retkes betonból ilyen szép beton csinál. Tehát tényleg sírkövezéshez, sírkőtisztításhoz első osztályú. Ez most egy eloxidálódott rész felület. Kíváncsi vagyok, hogy rész lesz belőle, vagy pedig a fémet fogja előhozni. Hát itt a fémet hozzá, tehát a rezet is lekapta róla. Uh-huh. Akkor ez ilyen részbe vonatú? Aha, ja, ilyen. Aha. Tehát ilyen részbe vonat. De akkor az lekap róla mindent. A réz oxidot arra gondoltam, hogy azzal mit kezd. Küld rá még egyszer, nézzük. Mondjuk lehet, ha nem olyan sokáig csinálod, akkor viszont meghagyja a rezet. Nem fogja meghagyni, mert ez nem. Olyan... Ez, aha, ez, valami... ez csak egy oxidbiéte. Ezeket csak gőzölik. Lehet, hogy eloxált, aha. Gőzölik rá. Aha. Nem igazi bevonat. Jó, aha. Na most egy régi tetőcsomagtartó, ami alumínium. De lehet, hogy nem is alumínium egyébként. Ez alu. Alu? Azt a mindenit, ezt gyönyörűen megtisztítja. Ez nagyon látványos. Itt a csavart is nézzük. Ahhoz nem térnék hozzá egyébként. Igen, tehát az ilyen helyekre is első osztályú volt. Tuti, hogy nem férnél hozzá. De ez nagyon látványos. És az érdekes, hogy ilyen fehér lesz. Tehát, hogy tényleg ilyen pici kis apró darabokat kihasít azért belőle. Tehát kicsit olyan lesz a felület, mint a homokfújt lenne. Lehet, hogyha kisebb energiával dolgozod, akkor nem ilyen. Most kisebb energiával próbáljuk. De nem is lesz ilyen szép, tehát. Mm. Viszont szerintem fényesebb maradt, ne? Nem ma túl annyira van. De ez azért van, mert már oxidálódik. Ja, aha. Hát ennyi idő alatt a levegőt is. Ja, mert olyan gyorsan annyira fémtiszta lesz. Az alu az igen. Az... Igen, sokkal finomabb. Húz végig az ujjad rajta. Igen, ez sokkal finomabb maradt, igen. Tehát itt a beállításokkal lehet játszani. Na, ez igen olajos piszkos. Ahhoz visszáveszünk. Tudjátok, ha valakinek kalapács van a kezébe, akkor minden szögnek néz. Most körülbelül ebbe a hibába estünk is. Most itt egy kulcsnak a... Ez viszont az gyenge lesz. Uh-huh. Szagát érezni, hogy égető. Gumit. Mások a fókuszok, nem sík a felület, igen. Na. De már akkor ezt is megcsinálom, hogy ezt már megolvasztjuk.
Érdes lett a felületen? Igen. Aha, érdes lesz a felületen. Itt már az bántja. De azt jó megtisztította. Ezt. Igen, ezt viszont szépen megtisztította. Na, hát akkor mindenféle felületre jó az a lényeg. Na, hát köszönjük Csabinak ezt a bemutatót. Ti meg akkor látjátok a eredményét egy ilyen cusznak, hogy mit lehet belőle kihozni, és akkor tényleg forduljatok Csabihoz bizalommal, hogyha ilyen szolgáltatásra van szükségetek. Na, ide megteszem majd a videó alá Csabi elérhetőséget, aztán, hogyha ilyen feladat van, amire alkalmas ez a lézeres tisztító, akkor forduljatok hozzá bizalommal. Köszönjük a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!